Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból. Támogatások és tervek. Folyik a munka a közösségi háznál. Szerény gazdálkodás, gazdag programok. Taggyűlés tartottak a nyugdíjasok. Siker Ajkán. Hatalmas érdeklődés mellett nyílt kiállítás a Tapolcai Képzőművészkör alkotóinak munkáiból. Új kémények és az épület körül szorgoskodó munkások jelzik, hogy a Dobó lakótelepen épülő kis közösségi háznál folyik a munka. Erről kérdeztük Sólyom Károly alpolgármestert és Sárközi Szaniszlót, a Dobó lakótelep családjaiért egyesület vezetőjét. Igen, hát talán ott kezdeném, hogy egy nagyon szerencsétlen helyzet alakult ki itt annak idején, amikor a honvédség megszűnt. Ugye az a közösségi ház, a Hemó, az nem került át Tapolca város önkormányzatához, és habár többször igényeltük, még egyelőre ezt nem sikerült megszerezni, de nem teszünk le róla, hogy a város tulajdonába kerüljön. Tehát ezt a hiányt egy ekkora település része, mint a Dobó városrész, ahol közel 2000 ember él, nagyon nehéz pótolni. Ezért örültünk annak a gondolatnak, amikor az egyesület megkeresett bennünket, hogy valamilyen helyiséget tudnánk nekik biztosítani, és hát lépcsőről lépcsőre először az egyesület hathatós támogatásával, tényleg nagyon sok társadalmi munkával elkezdték ennek a volt ütiszobának a felújítását, és akkor gondolta ugye a városvezetés, hogy akkor ezt mi folytatjuk tovább, és a 2014 éves költségvetésben 2 millió forintot biztosítottunk az épületnek a felújítására, amit el is kezdtünk a költségvetés elfogadása után. Kéményeket magasítottuk meg először, amivel a fűtés lehetőségét tesszük biztonságossá. Jelenleg, ahogy az idő engedi, a tetőszigetelése következik, ami eléggé sok kívánivalót, hogy maga után több helyen beázik az épület. Erre is megvan már a kivitelező, az ablakokat, minden ablakot hőszigetelt ablakra, ajtókat kicseréljük, és aztán a belső burkolatok is, a különböző funkciójú helyiségek, vizesbokk, egy kis teakonyha, az a kis közösségi tér, amivel el lehet odáig jutni, hogy nem nagy tömegeket, de kisebb rendezvényeket, hiszen itt volt már télen a Mindenki Karácsony a Dobó lakótelepi része, ugye, és sok olyan rendezvényt lehet, amely úgy hiszem, hogy egy kicsikét életet tudunk hozni ebbe a városrészbe is. Nem csak anyagilag támogat Tapolcváros önkormányzata, hanem munkaerővel is, hiszen közmunkásokat vezényeltek ide ki, akik itt dolgoznak. Így van, tehát nagyon sok közmunkás dolgozik itt, és fog a év során is dolgozni, hiszen elég nagy parkfelület van, ligetes ez a városrész, ahol és szintén ugye a honvédségnek a múltjából eredően azok a fák, amelyek annak idején 30-40 évvel itt elültetődtek, azok nagy része úgymond vágás érett, egy része balesetveszélyes. Ez így történt most itt az óvodakertben is, ahol nagyon sok balesetveszélyes elszáradt fa volt, amit a közmunkások a város irányításával most kivágtak, összetakarítják, és ugyanez megy végig akár a patakpartján, akár pedig a házak közötti nagy területeken is. Erre készítettünk mi egyébként egy kertészeti tervet, amelyet szakember készített el. Természetesen ezt is folyamatában tudjuk csak csinálni, hogy olyan fákat, olyan növényeket ültetünk el, amely egyrészt hasznos is, tehát hogy árnyékot ad, más pedig meg küllembe is, esztétikába is illik ehhez a városrészhez. Egy régi dolog volt, olajkút, illetve amikor még itt olajkályhákkal tüzeltek a lakótelepen, ugye ott volt egy áfornak, ha jól emlékszem, egy kihelyezett ilyen töltőállomása, annak egy rossz épülete ott a garázs sor előtt, hát úgymond a dísztelenkedik, annak az elbontása, de hát abba áram volt, amit később, illetve hát most szüntetünk meg az édes segítségével, azt onnan eltakarítjuk, és akkor ott is egy szép kis tér tud kialakulni, eltüntetve azt a csúfot onnan. Hogy is mondjam, csak 2 méterrel a föld fölött vagyok jelen pillanatban is, mert a legszebb zenét hallom most is a háttérben, a betonkeverőnek a zörgését, ami azt jelenti, hogy tovább folyhat az a munka itt a felújítás során, amit mi annó elkezdtünk. És ahogy előttem az alpolgármester is elmondta, mivel látta az önkormányzat, hogy,
hogy mi tényleg tevékenyen szeretnénk itt egy kis közösséget kialakítani, és egyszerűen a saját tagjainknak a munkájával szeretnénk ezt a házat felújítani. Így a hónunk alá nyúltak, és egy 2 millió forintos költségvetéssel támogattak bennünket, ami nem közvetlen támogatás, hanem az önkormányzatnak a szervezésében folynak majd itt a felújítási munkálatok. Én mindenképpen örülök annak, hogy talán a húsvéti programunkra már készen lesz ez a közösségi ház, és tényleg egy üdes színfoltja lesz majd itt a lakótelepnek. Az Egyesület elfogadta az ezévi munkatervét, ezt lehet olvasni közösségi oldalakon, hiszen igen jól kommunikálnak a város lakosságával és az Egyesület tagjaival is. Mik azok a fő programok, amiket az idén is meg kívánnak valósítani? Hát igazából majd meglátjuk azt, hogy pontosan milyen ütemtervünk lesz. Van egy előzetes tervünk, ez egyébként az Egyesületnek a közösségi oldalán olvasható, illetve megosztotta a városnak is a közösségi oldala. Hát három fontos eseményt jelölt meg az Egyesület tulajdonképpen, mint éves rendezvény. Az egyik az a húsvéti rendezvényünk, ez már tavaly is volt. Aztán a karácsonyi rendezvényünk, ami most már második alkalommal volt megrendezve ugye tavaly, úgyhogy idén lesz a harmadik alkalom, illetve szeretnénk majd egy nyári szünidőre, ha lehetséges, egy ilyen, ha nem is mindennapos elfoglaltságot a helyi gyerekeknek, de egy heti 2-3 alkalommal egy olyan lehetőséget nyújtani itt az épülő közösségi házba, hogy elfoglalhassák magukat azok a gyerekek is, akik nem tudnak elmenni nyaralni, illetve a szüleik a nyári időszakban is dolgoznak, és a gyerekek pedig itthon vannak, akár egyedül, akár a nagyszülőkkel. Tehát ez lenne igazából az, amit legfontosabb terveknek tekintünk. Ezen kívül szeretnénk kiállításokat rendezni itt a közösségi házba, különböző foglalkozásokat tartani, és hát emellett teret adni azoknak a lakótelepi kezdeményezéseknek, amiket esetleg a lakosság szeretne. Tehát ha valaki hímzőklubot szeretne működtetni, akkor a helyiség adott, ha valaki csak egy lakógyűlés szeretne levezényelni, arra is adott. Ha szolgáltatók szeretnének esetleg ügyfélszolgálatot üzemeltetni itt eseti szinten, akkor arra is van lehetőség itt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igaz, hogy kicsi a helyiség, tehát nem egy hatalmas nagy helyiségről beszélünk, de ahogy a mondás is mondja, sok jó ember kis helyen is elfél, és erre már jó példa volt a karácsonyi műsorunk is, ahol tényleg úgy gondolom, hogy kicsit zsúfoltan voltunk, de elég sokan itt lehettek, és megnézhették a gyerekeknek a karácsonyi műsorát. Elnökük betegsége miatt az új elnök megválasztásának reményében hívott össze a Tapolca és környéke kistérségi nyugdíjasok érdekvédelmi érdekképviseleti egyesületének vezetése küldött gyűlést. Végül tisztújítás nem lett, de a tavalyi évről szóló beszámolókat és az idei évről szóló munkatervet elfogadták. A vendégek köszöntése után Szib Benedek Józsefné alelnök tartotta meg beszámolóját a 2012-2013 évi munkáról. Elmondta, hogy az Egyesület jelenlegi vezetősége 2012 második felétől látja el feladatait. Az Egyesület munkájában jelentős szervezeti változásokat hajtottak végre. Új SMS-ben rögzítették a 7 tagú vezetőség, az elnök, 2 alelnök, egy gazdasági vezető, egy adminisztrátor, egy általános főszervező és egy ügyeleti vezető munkáját. Kidolgozták az Egyesület pénzkezelési, iratkezelési, irattárolási és számviteli szabályzatát. Megalakult a 3 tagú ellenőrzési bizottság is. Havonta egyszer tartottak vezetői tanácskozást, ahol részt vettek a hozzájuk tartozó községek, Lesence István, Uzsa, Hegymagas, Gyulakeszi, Mindszent Kállan nyugdíjas klub vezetői is. A havi összejöveteleken a munkatervnek megfelelően megtárgyalták az előző hónapban végzett munkát és az előttük álló feladatokat. A megyei nyugdíjas szövetség által rendezett üléseken részt vettek az elhangzottakról, megyei, illetve országos vagy regionális rendezvényekről, a nyugdíjasokat érintő jogszabályi változásokról, nyugdíjas kártya bevezetéséről a tagságot a klubvezetők útján tájékoztatták. 2012. szeptember hónapban Tapolcán megalakult az őszi napfény nyugdíjas klub, itt teljes körűen megvalósulhatott a kétszintű irányítás, a vezetőség az Egyesület munkáját klubvezető közreműködésével segítségével végzi.
Tapolca város önkormányzata a Tapolca-Kossuth utca 2 szám alatti irodaházban az Egyesület részére irodát, földszinti helyiséget és havonta a vezetőségi megbeszélésre tárgyalót térítésmentesen biztosít. Heti egy alkalommal ügyeletet tartanak az irodaház földszinti helyiségében, ahol az idős nyugdíjasokat kényelmesen fogadhatják. 2013. évtől 2 fő látja el az ügyeletet minden szerdán 9 és 12 óra között. Az Egyesület célja az időskorúak, nyugdíjas klubok, szervezetek és tagjaik érdekvédelme, érdekképviselete, a klubok tevékenységének összehangolása, valamint a közös rendezvények megszervezése. A klubok önállóan szervezik az éves tevékenységüket, kirándulásokat, előadásokat, ahol a nyugdíjasokat érintő, így bűnmegelőzési, vagyonvédelmi, egészségügyi előadásokkal kapcsolatos tájékoztatókat hallgatnak meg. 4 nagy közös rendezvényük volt, melyet az Egyesület szervezett: nőnap, nagyszülők unokák napja, idősek világnapja és a karácsonyi ünnep. A városi és községi rendezvényeken minden esetben tagjaik aktívan részt vettek. Vezetőségük az önkormányzati képviselőtestület ülésein képviseltette magát, véleményezte az időskorúakat, nyugdíjasokat érintő változásokat. Az Egyesület munkáját, tevékenységét jelentősen befolyásolják az anyagi lehetőségeik. Továbbra is számítanak az önkormányzatok támogatására, külső szervek segítségére, valamint a tagság önzetlen munkájára, akik önkéntesen, lelkiismeretesen végzik munkájukat, vállalnak feladatokat, hogy az Egyesület hatékonyan működjön, céljaikat megvalósítsák, szűk keretek között is biztosítva legyen működésük, hiszen költségvetésük igen csekély, a tavalyi évben nem érte el a 800 ezer forintot sem. Az Egyesület taglétszáma 2013. december 31-én 205 fő volt. Az Ajkai Képzőművészkör meghívására kiállítást szerveztek a Tapolcai Képzőművészkör alkotásaiból. A tapolcai alkotókat is meglepte az az érdeklődés, amelyet munkáik iránt mutatott a bakonyi város lakossága. Az Ajka televízió felvételei következnek. Szeretettel köszöntöm Önöket a Tapolca Városi Képzőművészkör kiállításának megnyitóján. A Tapolca Városi Képzőművészkör 4 éve működik, átlagosan 10 fős taglétszámmal. Az alapítók változatlanul és nagy szorgalommal vesznek részt a kör munkájában. Minden év végén önálló tárlattal kedveskednek városuk Tapolca közönségének. Az ottani kirakat galériában évszakonként változó anyaggal mutatják meg fejlődésüket. Hetente közös munkával, rendszeres előadásokkal és képelemzésekkel, kiállítás látogatásokkal és azok értelmezésével gyarapítják tudásukat. A kör teljes mértékben autodidakta. Amatőr tagokból áll, kivéve művészeti vezetőjüket, Tihanyiné Bálint Zsuzsát, aki 40 éven keresztül a képzőművészeti eredményeiről országosan és nemzetközileg is ismert Zalahalápi Csontvári Általános Iskola tanára volt. A kört Varga Károly vezeti. Rajtuk kívül tagja még Horváth Róbert, Horváth Sándorné, Pálfi Gézáné, Stankovics Béláné, Szita Szabolcs és Tóth Tiborné. Az Ajkai tárlaton a megye legfiatalabb alkotócsoportjaként az utóbbi 2 évben készült munkákat mutatják be. A tárlatot Tihanyiné Bálint Zsuzsanna művészeti vezető nyitotta meg, mindjárt indokolva is a szokatlan megoldást. Immár hagyományosan és egyúttal formabontóan mi saját magunk nyitjuk meg a saját kiállításunkat, mert úgy tartjuk, hogy ki más tudná kompetensebben nyilatkozni arról, ami miatt egy-egy alkotás megszületett, és éppen olyan lett, amilyen, mint maga az alkotó s a műalkotás. Mi, akik Veszprém megye összesen 7 ilyen amatőr művészeti csoportjának egyike vagyunk, mi vagyunk a legfiatalabb gyerekek, mindössze 4 éve működünk, és mindössze 8-an vagyunk, tehát, mint láthatják, nem egy túlzottan népes távú társaság, és nem is nagy múltra tekinthetünk vissza. Ennek ellenére azok a képek, amelyeket itt a falakon láttak, meg kell, hogy mondjam önöknek, és ezt senki nem akarok átlátni, tényleg így van, a legutóbbi körülbelül 2 évnek a termékei. Ezért, mint láthatják, elég termékenyek vagyunk. Termékenyek vagyunk, mint alkotó emberek is, és mint barátok is nagyon jól működünk együtt. Azt hiszem, hogy magyarázattal tartozom a vonatkozásban, hogy miért én állok itt. Ugyanis a helyzet az, hogy minden normális, átlagos, konvencionális kiállítás megnyitón egy francos menő prominensnek kellene itt állnia, aki szép és tisztes és felejthetetlen
magasrangú szavakkal illetni a kör munkásságát, tagjait. Ezzel szemben én állok itt szerény művészeti vezetőske, a körnek egy teljesen egyenrangú tagja. Most mindez azért van, mert mi tényleg igazán egy baráti közösség vagyunk, nem csak alkotó közösség, és a dolgok zömében egyetértünk, annak ellenére, hogy persze természetesen közöttünk is akadnak néha viták, tehát hol ne akadnának egyrészt, másrészt meg azok is sikerülve állnának az életem, család és társadalmi vonatkozásban is. Nos, mi abban is egyetértünk, és egyetértettünk pár évvel ezelőtt elhatározván ezt a formamontó dolgot, hogy nem tudunk prominenst. Nem tudunk prominenst azért, mert a helyzet az, hogy igazából az alkotás az vagy alkotás, és önmagáért beszél, az önmaga több ezer éves konvencionális keretek között kialakult, és jól megfogalmazható formanyelvén, legyen a képzőművészetnek vagy a művészetnek bármely területe, vagy ha nem beszél önmagáért, nem szól önmagáért, akkor az nem alkotás. Hisszük, hogy minden alkotásnak megvan a maga több évezreden át kikristályosodott nyelvezete, s ha a mű jó, akkor szól önmagáért, jelentette ki, majd röviden bemutatta a kör 4 éves történetét. Végezetül egyfajta álszpoétikáját adva tevékenységüknek a következőket mondta. Gyönyörű, bár lecsengett hivatásom, a pedagógus hivatás tanította meg velem, hogy minden ember tehetséges. Sőt, legtöbben a művészet több területén is képesek vagyunk, vagy lennénk kimagaslóakat alkotni. Ha valakiből ez mégsem jön ki ebben az életben, nem ő a hibás. A legtöbben viszont mi, a szerencsések, alkotunk. Alkotunk hímezve, szőve, fonva, fát és követ faragva, verset, zenét komponálva, s szinte nincs vége a sornak. Ez az egyetlen tevékenységünk, amely megkülönböztet bennünket az alantasabb létszféráktól, amelyek a létfenntartás kalodájába záradtak. Mi viszont, mint Isten is, a maga 6 napján alkotunk. És lám, milyen szerencsések vagyunk, mert nekünk általában még ennél is sokkal több jut. Zárta megnyitóját Tihanyiné Bálint Zsuzsanna művészeti vezető. A tárlat február 28-áig látogatható a VMK nyitvatartási idejében. Nézzük híreinket röviden. Támogatások és tervek. Folyik a munka a közösségi háznál. Szerény gazdálkodás, gazdag programok. Taggyűlést tartottak a nyugdíjasok. Siker Ajkán. Hatalmas érdeklődés mellett nyílt kiállítás a tapolcai képzőművészkör alkotóinak munkáiból. Kedves nézőink, köszönöm kitüntető figyelmüket. A Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!